műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Vannak olyan pillanatok, amikor nem is sejtjük, hogy megváltozik az életünk. Nem gondolunk arra, hogy a legnehezebb helyzet is valami jót hozhat a mindennapjainkba. Ma egy olyan emberhez látogatok, aki mindezt megélte, akinek egy komoly megpróbáltatás nem várt sikert, elismerést hozott. Berze Albert részfúvós zenész, zenetarár, egy balesetet követően hidegen sajtolt natúrdiolajjal is segítette regenerációját, és próbálkozása jelentős eredményeket hozott. Történetének sikere másokhoz is eljutott, és ma már a Berze Dióolaj vállalkozás tulajdonosaként mesél nekünk arról, hogy miként jutott el zenészként a natúrolajok világába. Vigyázzat, meglepő és tanulságos történet következik. És akkor ez egy ilyen egyszemélyes munka azért általában, nem? Igen. A préselés után szokott segíteni a feleségem csomagolni, meg címkézni. Ez egy ilyen sötétebb fajtájú dió. Meg szabad kóstolni? Meg szabad, igen, válaszol egy viszonylag. Na, akkor lássuk, hogy... Beindítom a igen, présgépet. Mit kell csinálnunk? Jó, nullán van. Na, gyertek fiúk, egyet-egyet nektek is adok, ne nézzétek. Jó, tessék nyugodtan. Igen, általában még ezt is megválogatom, mert azért csak kerülhet bele rosszabb is. Ez egy olyan első és második kategória közt van. Van az első kategória az, ami teljesen sárga dióbél. Azt hát többnyire Franciaországba importálják. De van, amikor sikerül nekem is beszerezni. Jó, és akkor mehet bele? Lassan így kezdjük bele szúrni. Akkor így mindegy, így marékkal? Mennyit kell beletenni? Hát egyelőre keveset itt. Így jó? Igen. Itt majd fog kijönni a prés fejnek a végén egy ilyen összetömörített dió granulátum. Ebből fog készülni majd a dióliszt. Szinte 100%-osan mindent felhasználsz. Igen, felhasználok mindent. A diógranulátumból készül a maglis, gluténmentes, ugye, mert nem gabonaféle. És itt már látható, hogy folyik az olajka, és folyik bele a borkányba. Hát mi most akkor itt megmutattuk ezt, majd le kell állítsuk? Vagy ezt honnan igen, tudod, ezt, amíg jön belőle, addig hát annyi van, hogy még a fejbe marad egy kevés, uh-huh. Ezt most leállítjuk. Jó. Elképesztő, hogy te ezeket hogy kikísérletezted, meg megtanultad, de azért én, hogyha jól tudom, akkor ehhez egy konkrét esemény fűződik. Én a tanárság mellett hobbiból nekifogtam így bútrokat felújítani. Uh-huh. Először a saját régi bútoraimmal kezdtem ott annak idején. És hát azt addig leveszem. Azt egy ilyen gázlámpával égettem le. Egy zárt tehát térbe. Tehát mégis is érülést szenvedtél. Igen. Tulajdonképpen. Tulajdonképpen elrobbant ez a kis gázpalack, és két kezem, lábam megégett elég súlyosan. És azért az égés sérülés fáj is, és maradandó is. Így van, így van. Hát akkor a sérülést okozott ez a gázrobbanás, hogy úgy két hónapig nem tudtam járni rendesen. Tehát azért itt volt egy kemény rehabilitációs időszak. És az időszak alatt nyilván sok időm volt olvasni, és egyszerre egy könyvben rátaláltam, hogy a hidegen sajtolt szűretlen natúr dióolaj az
hatékony az égett bőrfelületek ápolására. Á, jó, de ilyenkor az ember elmegy a boltba és keresi. Így van. Ugyanezt csináltam én is, csak nem volt annak idején ilyesmi megfelelő alapanyag. Most már azért elég jól elterjedt a dióla is, köszönhetően különböző eseményeknek, gazdasági eseményeknek, de 2014-ben még nem volt ez így elterjedve. És akkor azt mondtad, hogy te préselsz. Igen, hát annak is azért van egy előzménye, azért utána néztem, hogy ezt hogy is kell pontról pontra megvalósítani, mik a technológiai folyamatok, és hogyan lehet házilag is elkészíteni. És úgy kezdődött az egész, hogy interneten vásároltam egy kézi présgépet, és akkor az első olajkákat azt otthon, házilag készítettem. Tehát saját kézzel. És azok, és használt. Azok annyira hatékonyan használtak, hogy... Fájdalmat is csillapított, vagy tulajdonképpen fájdalom te már a bőr... Fájdalomcsillapító hatása is van, van egy gyulladáscsökkentő hatása. És ez úgy meggyőzött, hogy meg kell mutatni azért az embereknek ezt. Akkor még benned még mindig nem fogalmazódott meg a vállalkozás. Van egy civil foglalkozásod, tehát te alapvetően zenész vagy. Így van. És tanítasz, tehát, hogy akkor még mindig nem csinál az ember vállalkozást attól, hogy neki ez sikerült. Inkább, ahogy hallottam, az elején csak saját magadat, és esetleg baráti kör, vagy hogy működött? Vagy igen, mikor ez... fogalmazódott meg benned, hogy vállalkozás hát, legyen? Azért tehát múlt az idő, préselgettem otthon, úgy azért egy jó ajándéknak is megfelelt ez, amikor mentem barátokhoz, vagy azért ezt úgy akartam terjeszteni, mert tényleg egy fontos dolog, meg jótékony hatása van. Úgy gondoltam, hogy ezt azért nem kell úgy a latba bedobni. És egyik alkalommal olvastam az újságba, hogy itt Udvarhelyen az Udvarhelyi Kisi és Középvállalkozók Szövetségénél indul egy ilyen vállalkozóitthon program, vesz egy interjú, aztán beválasztanak, vagy sem. És gondoltam, hogy ezt úgy megpróbálom. Mert ahogy egyre jobban, mélyebben bonyolottam bele ebbe a diópréselésbe, rájöttem, hogy szakmai tudásom az nulla. Tehát szükségem van nekem egy olyan tudásra, amiből esetleg ki tudok alakítani egy vállalkozást. És akkor ez a vállalkozóitthon program keretén belül egy olyan 4 hónapot komoly szakemberekkel közösen tanultunk vállalkozásokról, meg pályázati lehetőségekről, és akkor ott úgy letisztult bennem ez az egész, hogy ebből akár vállalkozás is lehet. Megfogalmazódott az ötlet, de még mindig nem volt a hol és a hogyan része meg. Az elején hol csináltad? Az elején itthon készítettem az alaksorban, a szüleim házában. Ugye én Csíkszeredában élek, akkor ott is próbálkoztam, hogy a csomagolást ott oldjam meg. Ezt meg akartam azért mutatni, hogy milyen lesz az olajka. Tehát ez a... Tehát ez az, amit most csináltunk. Igen. Hát ez így néz ki, mikor teljesen megtelik. Azért itt még látszódik, hogy leülepedett. Azért van különbség színben. Igen. És ez a pép. Az a pép, igen. Ez a liszt meg az olaj. Itt van egy kicsi diók is, honnan, hová címmel. Ez elég intenzív. Igen, micsoda illata van. Mennyire van erre igény? Hát most már van egy növekvő tendencia, az első év az nagyon nehéz volt, első évben még nem is foglalkoztunk eladással, hanem azon dolgoztunk, hogy minden kerüljön a helyére, ezek a folyamatok alakuljanak ki, ugye ezt azért valahol költséghatékonyan, meg profitábilisan is kell csinálni, hogy ezt a folyamatot, vagyis a beletett munkát kapjuk vissza, meg legyen egy kis plusz is. Hát igen, mert akkor érdemes csinálni. Tehát nem érdemes olyan vállalkozást csinálni, ahol így... Minuszba jössz ki, vagy nullába. Megyünk mindegy mókus a kerékbe, és aztán... Milyen visszajelzéseid vannak az emberektől? Volt-e olyan eseted, amire talán a legbüszkébb vagy, hogy valamire elvitték, és nagyon sokat segített? Jó, nyilván neked van egy nagyon komoly saját tapasztalatod. Hát mindenki, aki használta...
eléggé pozitív a visszajelzés, tehát főleg bőrápolásra használják, meg belsőleg is kúraszerűen használható. Azért mondom, hogy kúraszerűen, mert tehát az olajat azt elraktározza a szervezet, ugyanúgy, mint az állati zsíradékokat is, ezért kell időközönként megismételni, és időközönként abba hagyni. Kúra erre jó, hogy 2-3 hónapot szedjük, aztán szünetet tartunk, és utána folytatódik. És akkor ez a belső használat, ez a vértisztító hatás? Vértisztító hatása, meg ez az idegrendszeri problémák nagy serkentésre használja. Itt van egy kis táblázatom, néhány könyvből, meg személyes tapasztalatból összegyűjtöttem. Szívjuk le! Szívassuk le! Milyen szép színe van tényleg. Igen, azért itt látható, hogy fölemelem, van egy ilyen zöldes-sárga aranyszíne. Olyan, mint a méz. Igen, azért ez nagyon tömör olaj. Sokan meglepődnek, hogy hát azt hittem, hogy egy ilyen valami lötty. Címkézés most nagyon könnyű nekünk, mert csak kapjuk le a nyomtatott részt. Jó, és akkor teszünk rá pöttyöcskéket, és kész is van. Most ez így nekem elég gyorsan megy, de ha gondolod egyet, meg... Mert simán, persze. Jó. Nagyon szívesen. Mérjük le az időt, mennyi idő alatt csinálni. Lássuk, fölveszlek el jövő. Na jó, na lássuk, na gyere. Fiúk, méritek? Igen. Jó, egy. Na már nézi is, már látom, már lesi, hogy mennyire fair, de mennyire középen van. Na hát nem lesz az igazi. Most kell egy nutriciós is. Jó, és akkor ezt levágjuk. És akkor segítettél most, mert ezt is meg fogom fogadjunk kapni, hogy még segítettél is. Na, felveszel? Igaz, hogy nem biztos, egy perc, hogy, hét, másod, perc, hogy ez pont nincs középen. Ez egy kicsit fair, de... Igen, egy kicsit lennebb szoktam rakni, nem baj. De jó lett, egész jó. Az időmérő edzés megvolt, úgyhogy... Jöhetek nyári munkázni. Jó. Akkor ennyi nagyjából. Kicsit mesélj nekem arról, hogy ezért neked van ez a nagyon nagy szerelem a zene, mert hogy te zenész vagy alapvetően, részfúvós. Pontosan fogalmaztam? Igen. És közben tanítod is ezt a dolgot, úgyhogy ezért van itt zenész élet, meg tanítói élet, meg a vállalkozás is. Na de ez a legnagyobb szerelem? Tehát te zenésznek készültél? Bár 3 évesen már vállalkoztál, mint hallom. De hogy jött a zene az életedbe? Többnyire zenész beállítottságú voltam már gyerekkorom óta. Ez úgy kezdődött, hogy édesapám itthon furujázott, úgymond egy ilyen szoprán furuján, mindig játszott az ilyen népdalokat, meg mindazt, amit ő elsajátított annak idején, és akkor így belecsöppentem ebbe az egészbe. Belecsöppentünk testvérekül, és egyszer csak én is kezdtem egy idő után megtanulni ezeket a dalokat, használni ezt a hangszert, és aztán édesapám elvitt egy alkalommal a helyi fúvószenekarba, és akkor ott megfogott ez a részfúvószenei világ, és ott ragadtam. Ez történt a harmadik, negyedik osztályos koromban, és ötödik osztálytól trombita szakra mentem át a zeneiskolába. És akkor már úgy megfogalmazódott bennem. Egy alkalommal a Budapesti Zeneakadémián turnéztunk az akkori kórussal, és
megkérdezte egy örege néni, hogy mit akarok én csinálni, ha nagy leszek. Uh-huh. És ott akkor már mondtam, hogy én, hogyha elvégzem a tanulmányaimat, akkor tanítani szeretnék. Uh-huh. Tehát, hogy a tanítás is. Úgyhogy akkor már úgy kialakult. Hát igen, ez a pedagógia, ez egy külön világ. Ugyanúgy az általános pedagógia, meg a hangszerpedagógia is, azért ez egy külön felkészültséget igényel, és az egyetemen nem mindig tanulja meg az ember. Uh-huh. És hogyha már ugye hangszert tanultam, akkor egy idő után úgy éreztem, hogy ezt osztani is kell, vagy megmutatni annak, aki ezt igényli. Van a vállalkozás, amit láttunk, amiben belefogtál. Most ugye említetted azt, hogy zenész vagy, meg én is mondtam. Ráadásul, ha jól tudom, akkor aktívan játszol is. Igen. Aktívan a Csiki Kamara zenekarban szoktam kapni meghívásokat, ahol többnyire klasszikus zenét játszunk. Uh-huh. Azt ugye nagy zenekari, szimfonikus zenekari formációban. Uh-huh. És azon kívül van egy Hinocsenyka nevezetű fúziós jazz zenekarunk, uh-huh. ahol saját zenét alkotunk. Van ennek egy komoly háttérmunkája, egy hosszas műhelymunka, ahol közösen létrejönnek a zenei számok. Uh-huh. És akkor közben mellette meg ugye tanítasz is, tehát mind a három megvan, meg még ingázol is Csíkszereda és Udvarhely között. Igen. Még egy kicsit. Hogy van mindenre idő? Hát jó kérdés, az az igazság, hogy ez az, ami előre visz, energiát ad az, hogy valami ilyen módon tudjam szolgálni az embertársaimat, és ezáltal én is kapok egy ilyen feedbacket. Uh-huh. És úgy gondolom, a vállalkozás is valami ilyen formában indult el, hogy azt, amit én annak idején a baleset által megtapasztaltam, már mint a pozitív részét, azt úgy tudjam megosztani, vagy terjeszteni. Uh-huh. És akkor ebből alakult ki ugye a vállalkozás, hogy ez egy hasznos dolog, egy célt szolgál ki, egy problémát old meg, és akkor ez így egy szelete a vállalkozói létnek. Uh-huh. Betölt egy rést a piac téren, vagy hogy mondják ezt a piacgazdaságban. Az, ami itt a régióban még nem igazán volt elterjedt, ezért is született meg ez a döntés is. Mi az, ami a leginkább közel áll hozzád? Hát nagyon szeretek emberekkel foglalkozni, szeretem a kreatív életformát, ezért is van az, hogy aktívan zenélek, mert ott azért ki lehet bontakozni, van egy alkotói szabadság, egy olyan életforma, ami egy szóval színes. Uh-huh. Uh-huh. Milyen érzés tanítani, továbbadni azt, amit te szeretsz, ami a te álmod volt? Hát egy ilyen flow érzés, ez az áramlat érzés, uh-huh. hogy érzed, amikor benne vagy, az egy olyan folyamat, ami napvégén feltölt. És van a másik folyamat, az amikor visszacsatolódik ez az egész, eltelik egy-két év, és látod a saját diákodon, hogy önálló talpra esett uh-huh. zenész, és el tud indulni a saját útján. Tehát ez a legfontosabb cél nekem, hogy az alapokat valamilyen formába lehelyezzem az egyéneknél, személyeknél, és aztán onnan nekik szabad utuk van, uh-huh. szabad lehetőségük, hogy tovább fejlődjenek. Mik a jövőbeni tervek? Mennyire akarod kibővíteni a vállalkozást? Mert itt most azért így hirtelen szót ejtettél arról, hogy még azért van két készülő termék. Hát jelenleg igen, van két készülő előkészített termék, ami meg fog jelenni hamarosan.
hamarosan, azt nem tudom, hogy mikor, ahogy elkészül a csomagolás, az egésznek az útja kitaposódik, és azon a cél, hogy minden, ami a dióból kialakulhat, egy használható célirányos termék, az úgy idővel folyamatosan úgy, újabb és újabb termékek megszülessenek. De igazán nagyban akarod ezt majd csinálni, vagy szeretnéd megtartani ezt a manufaktúra jellegét, ezt a kicsi, kisebb, családiasabb? Hát mindenképp úgy érzem, hogy ez a vállalkozás íz, ez a manufakturális üzemeltetés, úgymond, ez így meg kéne maradjon. Ez a családias hangulat, ez az átláthatóság, ez egyértelműség. Tehát nincs értelme, úgy gondolom, míg a világ fokozni ezt az egészet. Tehát meg kell maradjon a magas minőség, ez a legfontosabb, ami az alapanyagtól a késztermékig, ez minden szempontból, minden kritériumnak szerintem meg kell feleljen, és az, hogyha kezdjük úgymond hígítani a termékeket, ami azt is jelenti, hogy egyre több és több fajtább lesz, akkor megtörténhet az, hogy a minőség rovására megy, az a mennyiség, vagy a kinézet formájára, vagy a kinézetnek a milyenségére. Tehát azért odafigyeltünk a címkézésre, a formára is, és a többi terméknél is ez a cél, azt hiszem, hogy maradjon meg az, hogy ez egy tudjon lenni egy jó ajándék, egy minőségi ajándék, és legyen benne egy hozzáadott érték. Hát és a cél, ami alapján gondolom készült, ugye, hogy neked is jót tettet, másnak is tegyen. Igen, igen, ez a fő szempont, hogy ez megmaradjon. Főként ezért kérdezem azt, hogy miben változtattam meg az életedet a baleset és azáltal ennek a dióolajnak a megszületése? Hát a baleset annyiban változtatta meg az egészet, hogy más rálátásom lett a világra, és a vállalkozás pedig annyiban, hogy ez a rálátás ez sokkal jobban kifinomult. Tehát ez valahol látható a termékeken is, hogy van egyfajta precizitás, nem azért, hogy most ezt én fényezzem önmagamat, de jót tett ez az egész, hogy lelassított az élet a baleset által, és akkor jobban meg tudtam figyelni a részleteket, és ezáltal a lehetőségem nyílt arra, hogy jobban is kidolgozzam az én részleteimet, ami a termékeken keresztül megfigyelhető. Mit üzen az embereknek a Berze termékcsalád? Hát azt üzeni, hogy figyeljenek oda a minőségre, az apró részletekre, és merjék kényeztetni magukat magas minőségű termékekkel. Kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.